Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Bonyhád város önkormányzat minden esztendőben díjazza a városi kapitányság egyik kiemelten sokat teljesítő rendőrét. Az év rendőre címet idén Kővári Szabolcs vehette át. A Bonyhádi rendőrkapitányság dicsőség táblájára minden esztendőben új fénykép kerül. Azoké, akit az év rendőre címmel tüntettek ki. Kővári Szabolcs zászlós képe ugyan még nincs fenn a dicsőségfalon, de a kitüntetést már átvehette. Azt meséli, egész életében fontos volt számára a természet szeretete, és ez sok tekintetben meghatározta az életét. A természet az elsődleges legfontosabb, meg nagyon sokat puskáztam. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy miért puskázok én ennyit, meg anyuékkal is beszélgettünk ezekről, meg Isten nyugosztalja májad és apámékkal is. És akkor jött az első pózár, az a középiskola. Hova menjek, mit csináljak? És nem volt kérdés, mert például Pécsvárdon két szakot jelöltem meg, és ugye Palánkon is volt egy ilyen lehetőség, azt is megjelöltem, azt a rendészeti szakot. Sikerült is felvételt nyerni mindjárt Pécsváradra az első számú helyre, ami én azt mondom, hogy nagyon jó sikerült 4 év volt, ami plusz erőt adott, mert nagyon sok helyre elmentünk börtönökben látogatásokra. Nagyon sok, ugye, alapból volt egy olyan tantárgy, amikor rendészeti ismereteket tanítottak nekünk, ami utána egyértelmű volt számra, hogy a Pécsváradra mentem, utána megyek Pestre. Oda is sikerült egyből felvételt nyernem. Szerintem egyrészt azért is, mert az érettségi eredményem úgy sikerült, ahogy kellett. Így ugye nem kellett fönn már pluszba egy bizonyos részéből felvételizzek, csak a sport részéből, a fizikai részéből. És ezek után pedig jött minden egymás után, és ez alapjáton a határőrség lett volna a fontos számomra. De jött az integráció, és akkor ugye a rendőrséggel összeolvatta, hogy beolvasztották a határőrséget. És onnantól kezdve a rendőrség is kaptam ezt a lehetőséget ugye itt Bonyhádon, eladták az iskola után, befejezése után, és én ide kerültem akkor 2008-ban. Mint minden tiszthelyettes, ő is járőrként kezdte a szakmát. 5 éven át teljesített így szolgálatot. A legfontosabb, amit megtanultam ebben az időben, az a precizitás, mondja. Engem azóta is nagyon jellemez. Hál' Istennek olyan rendőri pályafutásában kezdőként nekem mentoraim voltak, akik sokat segítettek, és ők már akkor is elég precízen, és minden területében a rendőri szakmának tudtak nekem valami segítséget nyújtani. Fontos volt számomra az, hogy a kapott információt hogyan tudom feldolgozni, és az egészet belemélyíteni az aznapi munkámba, ezt beletenni. És hát én nagyon gyerek vagyok, ami most a jelenleg beosztásomban fontos, én úgy gondolom. Én néha azért szeretek otthon is elmélkedni, hogy most a következő szolgálatban hogyan is, mint tehát felkészülni a következő napokra. Jelen pillanatban szolgálatirányító parancsnok vagyok itt a Bonyhádi Kapitányságban. Ez nagyon sok embernek lehet úgymond pontosabb, hogy ügyeletes. Ugye mert ez 7 éve kezdődött ez a tevékenység irányítási rendszer, és az akkor felajánlották nekem az akkori vezetés, hogy ezt a beosztást én megkaphatom, és meg is kaptam, ennek nagyon örültem. Ezzel foglalkozom jelen pillanatban itt a kapitányságon. Amikor elvállaltam ezt az egészet, akkor én saját elméleti síkon és gondolatomban nem is mondtam ki nagyon sokszor. Én azért vállaltam el, mert ezzel a szolgáltatói tevékenységgel az adott, hogy kiismerhetünk közterületre. Régen az ügyeletes mindig benn volt. Viszont mindenkünk alapjáton is megvan írva az, hogy a szolgálati óránknak a 4 órát kint kell tölteni, de tudunk többet is kint. És nekem ez nagyon fontos, hogy szintén ugye még mindig kint a természetben, a közterületen kint legyek, mert számomra a közterületi tevékenység az többet jelent, mint itt bent lenni. Persze a munkámat nagy részében most már azt mondom, ilyen 60%-ban a belső munka teszi ki, de akkor is a közterület az a közterület. Meglepődtem, hogy én lettem az év rendőre, meséli. Óriási megtiszteltetés ez számomra. És első körben elkapott az öröm, és egy kis könny a szemembe. Ezért 12 év után ezt megkapni, én nagyon örülök ennek a címnek, de úgy érzem, nagy felelősség is. Felelősség azért, mert a kollégáim eddig is úgy gondolom, hogy azért figyeltek és tisztelték, amit mondtam, és szerintem meg is hallgatták, de ezek után szerintem még fontosabb lesz az, hogy még odafigyelve, még jobban, és ennél még akaratosabban próbálja meg azt a dolgot én átvinni, ami az én szemléletem és az én elvárásom magamhoz is, a kollégáimhoz is, és az egész díjhoz.
A bonyhádi intézmények az év elején összeállították azt a programcsomagot, melyet ebben az esztendőben megkívántak szervezni, ám hiába az előkészületek, a járványveszély keresztbe húzta a számításokat. Az intézmények szakemberei most azon dolgoznak, hogyan programozzák át a rendezvénynaptárat. Bonyhád város minden intézményében jelentős feladatelmaradást okozott a koronavírus járvány. Hiába voltak késztervek a programsorozatokra, ezek mindegyikének új időpontot kell majd találni. Mindezek mellett az intézményi dolgozók nem unatkoznak, hiszen vagy a mindennapi teendőiket végzik, vagy a város egyéb tevékenységeiben nyújtanak segítséget. Innen költöztettük ki a régi folyóiratokat, illetve könyveket, és a szakraktárat ide fogjuk majd átköltöztetni. Tehát folyamatosan pakolunk. Mondja Selnagy Erika, a Solymár Imre könyvtár vezetője. Az elmúlt napokban olyan munkák zajlottak az intézmény falai között, melyeket a könyvtár nyitvatartási idejében szinte lehetetlen lenne elvégezni. Idén esedékes a teljes állományrevíziónk, amit nyára terveztünk, ezt április 1-jével elkezdtük, előrehoztuk. A fertőtlenítést kollégáimmal az épületen belül végrehajtottuk, kiállításainkat, előadásainkat, vetélkedőket, versenyeket, ezeket lemondtuk, klubfoglalkozásokat felfüggesztettük, tanfolyamainkat pedig elhalasztottuk. A könyvtár legnagyobb rendezvénye ugye a háromnapos Bölcségi Könyvfesztivál, amely idén elmarad. 2021. június közepén fogjuk megszervezni, megrendezni a jubileumi könyvfesztiválunkat. Pályázatoknak köszönhetően még tartalmasabb, még színvonalasabb, izgalmasabb programokkal fogjuk majd várni az érdeklődőket. Amíg a vészhelyzet fennáll, a könyvtár zárva marad, ennek ellenére az olvasók nem maradnak könyvek nélkül. Egy régi szolgáltatásunkat újítottuk fel, a könyvek házhozszállítását. Ez úgy működik nálunk, hogy a bonyhári lakosoknak ajánlottuk ezt a lehetőséget. Heti kétszer szállítunk könyveket, hétfőn és szerdán. Az olvasók úgy kérhetik, hogy e-mailben, messengeren vagy telefonon nevüket, címüket megadják, illetve az online katalógusból tudnak válogatni könyveket, és max. 5 dokumentumot tudunk kölcsönözni. A könyvtár és a Vörös Márti Művelődési Központ dolgozói is segítettek abban az akcióban, mely Bonyhád virágossábbá tételét célozta. Emellett a műfáz dolgozói az intézmény környékén fellelhető padokat is újrafestik. A szakma pedig az őszre készül. Június 30-áig tudunk a programokról, illetve a programok nem létéről kommunikálni gyakorlatilag. Függőben volt ugye az utolsó bérletes előadása az intézménynek. Amikor beköszönt a járványügyi helyzet, akkor még azt gondoltuk, hogy talán májusban van remény ennek a megrendezésére, aztán kiderült, hogy nem. Éppen egy mai aktuális információ az, hogy szeptember 5-én lesz minden valószínűség szerint ez az előadás. A megváltott bérletek természetesen érvényesek, és a szólóban váltott belépőjegyek is, illetve ezek a jegyek, amennyiben nem megfelelő a tulajdonos számára az időpont, akkor az intézményben visszaválthatók lesznek majd, hogyha visszaáll a normál rend. A klubok élete is megszűnt gyakorlatilag az intézményben, ami gyakorlatilag a hétközi napjainkat jellemzi. Természetesen a kiállítások is, sok egyéb kisebb program. Ezeket igyekszünk majd mind pótolni, időpontmódosításokkal természetesen, hiszen az intézménynek hosszú távú terminusa van, nekünk már 2021-re is vannak lekötött programjaink, akár a kiállításokat tekintve is, de igyekszünk a most elmaradt alkalmakat későbbiek folyamán beilleszteni majd a normál helyzetben. A Völgységi Múzeum kiállításai is zárva tartanak. Az intézmény idejévé programtervének elemei is később kerülnek majd az érteklődők elé. Nem marad el programunk. Gyakorlatilag, ami meg lett hirdetve ebben a prospektusban, az mind meg lesz, csak átütemezzük. Két olyan program van, ami végül is kiemelkedik a rendezvény sorozatból. Az egyik a múzeumok éjszakája, ami ugye elvileg június 27-én lenne. Valóságosan reméljük, hogy szeptember 26-án este lesz. Ugyanazokkal a programokkal, tehát lesz egy múzeumi mozi biztosan.
Ez a vikingekről szóló múzeumi film lesz, illetve az Opera Slágerek címe egy koncert, élő koncert. Ezt annyiban ütemezzük át, hogy estére tesszük, tehát nem délutánra. A másik program az, ami júniusban végül is lett volna, az a turisztikai fórum, amit átütemezünk a jövő évre. Június 27-én van ugye az utolsó programunk, ezt megelőzően két mozi lett volna. A Ferenc pápa filmet az decemberre tesszük, a másik mozit, a Raffaellót azt novemberre, és hogyha a júliusit is át kell jezni, akkor azt meg augusztusra. Tehát ezek a filmek, amik ebben a prospektusban szerepelnek, ezek mind meglesznek, tehát idén le tudjuk zárni, hogyha így alakul a program. Ezen kívül van még június végével kezdődően egy nyári tábor, ezt áthelyezzük augusztus 2. hetére 14-től kezdve, hogy segítsünk egy kicsit ugye a szülőknek, a gyerekek hát megőrzésében. Tehát ez a nyári hát néprajzi tábor gyakorlatilag 6-12 éveseknek. Ezen kívül lett volna még egy régészet napja, ezt a szeptember 24-i filmvetítés napjára helyeztük át, és így gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy minden programunk megvalósul, csak nem akkor, amikor eltileg kitűztük. A város legfontosabb eseményéről, a Tarka Fesztiválról még nem született végleges döntés. Ennek sorsáról a napokban kell határozni. A magyarországi németek viseleti kultúrájának fejlődését és átalakulását az idők folyamán a szokások mellett befolyásolta az is, milyen területeken találtak új otthont maguknak. A jelenlegi ismeretek szerint számos módozata létezik, elsősorban a női ruháknak. Ebből mutatunk meg önöknek egyet. A Magyarországon élő németség az anyaország különböző pontjairól érkezett, és viseletének változására hatással voltak az itt élő népek is, mondta Köllerné Koch Ilona, a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke, aki maga is kutatja a magyarországi németek viseleti kultúráját. Megkülönböztettünk evangélikus viseletet, katolikus viseletet, Tolna megyében vannak még reformátusok, és mindegyik más-más viselete, mindegyiknek más-más viselete volt, és falunként is változott. Nálunk az evangélikusoknál elmondhatjuk, hogy kicsit hasonló volt a viselet. Például itt van Majos, ami most már Bonyhádhoz tartozott, de korábban önálló település volt. Majosra az 1720-as években kezdtek jönni németek, főleg Hessenből, és a környéken is vannak német települések, Várralja, Kismányok, Izmény, Mucsva, és elmondhatjuk, hogy ezeknek a kis ennek a néhány településnek egy kicsit hasonló volt a viselete, és ez onnan is tudjuk, hogy Majoson volt egy házaspár, a Penzel házaspár, akik csodálatos viseleteket vartak férfiakra és nőkre, és a környező települések asszonyai, lányai is idejöttek, és itt varattatták meg a viseletet. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, ugyanis találkoztam még Penzel nénivel a 80-as években, és vittem hozzá néhány eredeti ruhát, például ezt is, ezen kívül még mást is, és kiderült, hogy a Penzel néni a 30-as évek végén varta személyesen ezt a ruhát. Tehát azért is választottam ezt a viseletet, és ez érdekes, mert ezt Izményben vettem, de evangélikus, izményi evangélikus, de mint mondtam, a környező evangélikus falvakban hasonló volt a viselet. Penzel néni azt mondta, hogy Izményben és Mucsván volt ez a világos rózsaszín, viszont a másik településen már nem használták ezt a világosat, hanem picit sötétebbet. Tehát voltak azért különbségek. Ha megnézzük ezt a nagyon szép viseletet, nekem ez a kedvencem, akkor látjuk, hogy a fején van egy haub. Erről azt kell tudni, hogy ha látunk egy ilyen viseletet, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy fiatal asszony viselete, mert a lányoknak nem volt a fejükön semmi, a lányoknak volt egy hajpántjuk, mégpedig számetpánnak mondták, egy bársonyszalag, amit a hajra rákötöttek, előtte copfot készítettek, felkötötték, és az elétették ezt a szalagot, és az is érdekes, hogy a szalag vége hímzett volt, a legvége cakkos volt, és még kis virágot is hímeztek bele. Majoson az volt a különlegesség, hogy ott kék volt a cak, és nem csak a szalagon volt kék a cak,
szak, hanem például volt kázsmér mellény, az is alul kékkel volt kihímezve, valamint még itt oldalt is, és a majosiak nagyon szerették a kéket, azt mondták, hogy majos pló, tehát a majosi kék, mégpedig úgy tudom, hogy azt is mondták, hogy még a templom tetejét is kékre festették. De a többi evangélikus településeken is voltak kázsmér mellények. Ha ezt most ezt a viseletet megnézzük, ez egy nagyon szép brokát ünnepi viselet. Ezt húzták a lányok, asszonyok búcsúban, lakodalomba, különböző ünnepek alkalmából, de ott se, meg a templomba, de ha a templomból hazajöttek, akkor ezt levették, és nagyon őrizték, vigyáztak rá. Látjuk, hogy itt fájterok vannak, tehát rakott kis rakások vannak rajta. Ezt is tudni kell, hogy az itteni evangélikusoknál 4-5 centis kis rakások voltak. A katolikusoknál általában nem volt rakás, vagy pedig kisebb kis dorogon, egész pici rakások voltak, de voltak olyan települések, ahol egyáltalán nem volt, mint Nagymányok és a többi települések. Ha még megnézzük itt a viseletet, látjuk rajta ezt a nagyon szép csipkét itt alul. Voltak olyan települések, ahol alul nem volt ilyen csipke. Arra figyeltek, hogy hasonló legyen a szoknyán, és a felsőn is harmonizáljon mindenféleképpen a csipke. Volt, ahol még vastagabb volt, és nagyon érdekes a blúzon, tehát réklenek mondtuk ezt a felső részt, ez a gallér. Ez azért is érdekes, mert ez korábban nem volt. Ez mutatja a polgáriasodást, és azt, hogy a fiatalok is, az asszonyok is, lányok is követték a divatot. És van nekünk olyan viseletünk is, ahol nagyon szép hasonló gallér van, de még két pompon is van a gallérjában, a nyakában. És itt van a nyaklánc, ami a nyakában van, ez lehetett három soros, vagy akár öt soros, ez is különböző volt, és passzolt mindig a viselethez is. Általában inkább három soros volt. Ami még érdekes volt, az alsószoknyák száma. Tehát fontos volt, hogy minél szélesebb legyen, a majosiaknak is 5-6 alsószoknyájuk volt, ez is mutatta a gazdagságot. Tehát minél kevesebb alsószoknya volt annál, tehát nem volt olyan jó módú. Azt is el kell mondani, hogy egy-egy nagy rendezvény alkalmával, például a búcsúban, nem csak egy ruhát varrattattak a lányok ősszel a búcsúra, hanem akár 4-5 is. Mert amikor délelőtt eljöttek a fiúk, és eljöttek a búcsús kalapírja, amit a lányok készítettek, és végmentek az utcán, akkor a lány egy külön viseletet húzott. Amikor elmentek a templomba, akkor felhúzta ezt a nagyon szép viseletet. Amikor este elmentek bálba, akkor már átöltözött. És megint egy újabb viseletbe, és éjfél után megint átöltözött, mert akkor még könnyebb viseletet húzott. Tehát az, hogy amikor jött a búcsú, az egy nagyon nagy dolog volt az egész faluban, és a lányok megpróbálták egymást túllicitálni, és minél szebb viseleteket készítetni, vagy varrattatni. Ennél a csodás viseletnél szeretnék még kitérni a kötényre, mivel ezen egy fehér selyem kötényt láthatunk, és az is érdekes, vagyis fontos, hogy a ruhának fehérek a csipkéjei, és ehhez egy fehér kötény illett. Korábban fekete volt a csipke, és fekete volt a kötény is, de mivel ez a 30-as évek vége fele készült, ezért fehér a kötény. Szeretnék még kitérni a cipőre. Ehhez a nagyon szép ruhához bőrcipőt húztak a lányok és az asszonyok, de nem csak bőrből készült a cipő, hanem készülhetett, volt lakcipő is, és bársonycipő is, de a bársony és a lakcipőket, ezeket már vásárokban vásárolták, de a bőrcipőt a falu cipésze készítette. Volt egy csatos, két csatos, különböző színben, különböző méretben, de ehhez a ruhához feketét voltak. Külön kiemelném még ezt a kis kosárkát. Ez azért érdekes, mert az én nagymamámról is készült egy fotó,
körülbelül 1918-ban, ahol egy ilyen kosárkát, pontosan egy ilyen kosárkát fog a kezében, és erről tudni kell, hogy ilyen kis kosár az a jobb módúaknak volt az asszonyoknak és a lányoknak. Tavaly nyáron voltam Németországban, több múzeumban, Schlitz környékén, és ott is egy szinte ugyanilyet találtam. Tehát az is érdekes, hogy az óhazával évszázadokon keresztül is tartották a kapcsolatot a miénk, és ha nem is esetleg a rokonsági viszonyokat már, de kereskedni még kereskedtek, és ezt nem itt készült, hanem ezt Németországból hozták annak idején. Ez is nagyon érdekes. Május első szombatjának hagyományosan legnagyobb rendezvénye a ballagás. Az idei tanév úgy fejeződik be a középiskolát végzők számára, hogy nem a megszokott módon búcsúznak el az iskolától, a biztató szó azonban mindig jól esik. Magyarországon a ballagási ünnepségnek nagyon mélyre nyúló gyökerei vannak, 150 éves gyökerei, hiszen valamikor Selmecbányán, az akkori Erdészeti és Bányászati Akadémián tartották meg az első ballagási ünnepséget, és ez már, mint ahogy említettem, 150 évvel ezelőtt volt. Ez alól csak néhány év, néhány alkalom volt kivétel, amikor nem rendezhettek ballagási ünnepségeket, ilyen többek között a háború idején, és ilyen év van 2020-ban idén is sajnos a koronavírus járvány miatt, amit nem csak szülők, családok érintettek, pedagógusok, hanem elsősorban a diákok sajnálnak leginkább. 247-en vannak a városunkban, három középiskolában, akik ezen a hétvégén itt Bonyhádon is ballagási ünnepségeken vettek volna részt. Én magam ki valamikor 35 évvel ezelőtt érettségiztem, és pontosan emlékszem arra, amikor még kisdiákként a középiskolában arról álmodáztunk sorfalat állva, hogy milyen lesz az majd egyszer, amikor mi ránk figyel mindenki, mi leszünk a főszereplők, és mi végzős diákként mi búcsúztatjuk az iskolánkat. Ezért pontosan tudom, hogy nagyon megérinti ez az érzés mindenkit, aki végzős és aki diák, és épp ezért sajnálom tiszta szívből, hogy ezt az élményt most, ezen a hétvégén nem élhetik át a középiskolásaink, akik végzősök, de arról is beszámolhatok, hogy a bonyhádi középiskolákban most csak virtuálisan, az internet segítségével fognak elbúcsúzni a diákoktól, de a későbbiekben, a nyár végén, az ősz folyamán pedig megtartják a ballagásokat információm és ismereteim szerint. Ahogy említettem, az én élményeim még csak 35 évre tekintenek vissza, de tudok másik példát is mondani. Szuplics Wendel bácsi 1938-ban érettségizett itt a bonyhádi gimnáziumban. Hát ha most gyors felszámolással kiszámoljuk, akkor 82 évvel ezelőtt. Ő idén töltötte be a 100. életévét, és minden évben, ha teheti, akkor közösen velünk együtt ünnepel a bősznapon. Bízunk benne, hogy így lesz ez idén is októberben, október 10-ére került áthelyezésre az idei bősznap. Az ő emlékei és élményei alapján is csak erősíti ezt a gondolatot, hogy mennyire kötődünk ahhoz a középiskolához, emberileg, érzelmileg, ahol egykor végeztünk, hiszen 82 évvel az érettségit követően is még fontosnak tartja valaki, hogy az egykori alma máterét felkeresse és figyelemmel kísérje annak a mindennapjait, szerintem ez mindent elmond. Hétfőtől magyar irodalommal kezdődnek 9 órától az érettségi vizsgák. Ehhez kívánok elsősorban nagyon jó egészséget minden érettségizőnek, minden vizsgázónak, a továbbiakhoz pedig nagyon sok sikert, a tanulmányaikat tekintve is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!